Sziasztok, ez az Élménytérkép vlog következő adása. Fent vagyunk az Őrtorony kilátóban, Tihanyban, pontosan Tihany sajtodban. Azért vagyunk most itt, mert szeretnénk ezt az Élménytérkép vlogot úgy vinni ezentúl, hogy valami élményt, mint például ez a kilátó és ez a kilátás, amit mindjárt láttok ti is, hogy mennyire fantasztikus. Összekötünk valami gasztronómiai élménnyel, és ide lent Sajpodon van egy nagyon klassz kis étterem, az Apát étterem, legalábbis kívülről úgy néz ki, egy nagyon klassz kis étterem, és levegyünk és kipróbáljuk azt is, de megnézzük azt, hogy milyen itt a kilátás. Az Őrtorony kilátó különlegessége, hogy egyszerre láthatjuk a Tihanyi apátságot és a Siófoki aranypartot. Lassan egy éve újra megnyílt a látogatók előtt, akik megtekinthetik ezt a varázslatos kilátást, de helyettünk beszéljenek inkább a következő felvételek. Igazából ugye elmondta Zsófi, hogy egy éve van nyitva ez az Őrtorony kilátó ismételten, hatalmas harc volt itt a sajkodiakkal, le is zárták egy időre az Őrtorony kilátót. Nagyon sokan szidják a sajkodiakat ezért, mert hogy egy ilyen gyönyörű helyet megakadályoztak, hogy használjon a nép, de én azért megértem őket valahol, alapvetően ez egy nagyon nyugodt, nagyon kedves kis település, és egy tömeg zúdult rá erre a pici falura, szóval én nem bántanám a sajkodiakat. Inkább azt a megoldást kell megtenni, hogy hogyan lehet ide úgy hozni embereket, hogy ne bántsák azokat a lakosokat, akik egyébként megvásároltak egy olyan helyen telket, ahol nyugodtan szerettek volna élni. Három helyről lehet most feljönni ide az Őrtorony kilátóban, van lent egy parkoló, majd megmutatjuk mindjárt a videón is, hogy hol, ahonnan körülbelül egy másfél kilométeres sétával ide lehet sétálni. Van egy hosszabb séta, ha lent Sajkodon álltok meg az étteremnél, az Apát étteremnél, vagy pedig hátul a strandnál, és körbe az őslevenduláson, a Tihanyi őslevenduláson keresztül nagyon-nagyon szép egyéb kilátásokat megnézve lehet eljutni ide, vagy pedig az Apát étteremtől direktben át Sajkodon keresztül gyalog feljöve, ez a legrövidebb út, azt gondolom, fel lehet ide érkezni, ez is egy megoldás. Arra látjuk Balatonfüredet, mögötte Csopok és Alsős, és erre végig az egész Keleti-medence. Ha egy kicsit jobbra nézzünk, akkor a Tihanyi apátságot látjuk. Itt lent alattunk található a külső tó, mögötte pedig a belső tó. Nagyon érdekes megnézni, hogy a külső tavon mennyi szép madár lakik. Igazán jó látványt nyújt innen messziről ez az élővilág. Hogyha átnézünk a déli oldalra, ott pedig látjuk a viaduktot, ugye a híres Kőröshegyi viaduktot. És ha másik irányban nyugatra pedig egészen végig a Badacsonyig el lehet látni, majdnem a Balaton nyugati medencének végéig. Arra pedig a Balaton felvidék. Ez volt tehát az Apát étterem, és bár én a pizzériában kaptunk csak helyet, mert minden foglalt volt. Összességében is azt kell mondanom, hogy nagyon tetszett, de ahogy fönt a kilátóban is elmondtuk, a múltkori alkalommal nagyon sok kritikát kaptunk arról, hogy nem mondjuk meg igazán a frankót, pedig hát ez lenne a szándékunk, ezért most elmondjuk azt is, hogy mi nem volt a jó az Apát étteremben. Szóval Zsófi, neked mi tetszett? Nézzük először azt, hogy mi volt a jó. Alapvetően szerintem a személyzet hozzáállása rendben volt, az italokat gyorsan kihozták, nekem a salátámat is gyorsan kihozták, viszont azzal voltak problémáim, hogy 10-15 percet kellett addig várni, amíg a pizzádat kihozták. Egyébként az étterem gyerek és kutyabarát is, akinek ez számít, az itt egy jó helyet fog találni. Amit a kutyabarátsághoz hozzátennék, hogy én nekem nagyon tetszik az a megoldás, amit sok étterem alkalmaz már, mondjuk például a Városliget Café, hogy elkülönítve vannak a kutyás és a nem kutyás vendégek. Most az imént az történt velünk, hogy ültünk, már ettünk, és egy kutyás társaság érkezett be három nagy kutyával, az egyik vizes volt, gondolom, küldött a Balatonba. Hát mit nem mondjuk, a kutyaszag azért nem tett jót a
az étvágyunknak. Mindenek ellenére nyilván, ha valaki kutyával jön és sétál, annak is kell valahol levédelni, tehát meg kell oldani ezt a helyzetet. Tényleg nagyon furcsa volt az nekem is, hogy Zsófi megkapta a seletet, és utána még nagyon-nagyon sok idő eltelt, a pizza megérkezték, viszont a leves, amit én ettem, az nagyon finom volt. Ez egy húsleves volt vízgaluskával, és a pizzára is azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon jó volt. Tehát az étel, kiszolgálás, kedvesség, azt szerintem tökéletes volt. És ez a környezet is. Nem véletlenül sétálunk itt ebben a hatalmas zsíngyás mezőben, mivel gyönyörű az, ahol maga az Apáti étterem is elhelyezkedik a Balatont látni, ezeket a virágos mezőket, a hegyeket, a felhőket. Tehát mindenképpen ezt gondolom, hogy összességében ez az egész Sarkot megér egy kirándulás, és tényleg élmény, és foglaljon mindenki időben helyet, mert hogy lemarad az Apáti étteremen az asztalról. Zsófi? Amit még szerintem érdemes lenne megjegyezni, az a kávé és a süti kínálatuk. Sajnos nem tudtunk alternatív tejből inni kávét, laktózmentes tejjel tudtak szolgálni, illetve cukormentes süteményük sincs, így a cukorbetegeknek vagy diétázóknak erre mindenképpen érdemes figyelniük. Az árszínvonal nem a legalacsonyabb, ezt még tegyük hozzá. A pizzák 1500 és 2900 forint között vannak, azért ez mondjuk a James étteremnek is megfelelő árszínvonal, az úgynevezett James Pizzériának, de hát ez a hely, meg maga a környezet megfizetendő, belépőjegy gyakorlatilag erre a helyre. Ingyenes parkolás van, az mindenképpen jó, parkolóból pedig ugye fel lehet gyalogolni a kilátóba, ez is benne van. Akkor ennyi egyenlőre az Apáti étteremről.